A belügyminisztérium évek óta kiemelt figyelmet fordít a társadalom perifériájára szorult rétegek foglalkoztatásának elősegítésére, szociális és életkörülményeinek javítására, és többek között a hajléktalan személyek munkaerőpiaci integrációjára is. Tavaly évben a főváros, valamint 16 megye 41 közfoglalkoztatója indított mintaprogramot közel 700 fő hajléktalan bevonásával. Az idén induló országos programban 648 közfoglalkoztatót vesz részt, amelyhez a belügyminisztérium összesen több mint 1,5 milliárd forint támogatási összeget biztosított. A Magyarországi Baptista Egyház a belügyminisztérium anyagi támogatásával egy olyan programba kezdett, melyben arra vállalkoztak, hogy Magyarország bármely területéről érkező hajléktalanoknak új élet megkezdését biztosítják. A gyülekezet és a helyi és az egyház ingatlanokat, házakat vásárolt itt meg folyamatosan, és azokból kialakított olyan új élettereket, amiben újra önmaga lehetett az addigi hajléktalan. Hogy érezhette az, hogy ez az enyém, ez az én mikrokörnyezetem, és ebben magamnak kell gondoskodni mindenről, tehát itt figyelni kell, hogy elzárjam a vízcsapot, meg minden egyéb nem hagyhatom úgy, mint az a gondtalan élet, amiből éppen ide jött. A hajléktalan embereknek ezzel egy időben rendszeres munkát kell vállalniuk, és még szakképesítés megszerzésére is van lehetőségük. A belügyminisztérium biztosítja az anyagi forrást a képző és munkavégző helyek kialakításához. Egy állami forint támogatásnak ilyen szorzó hatású hasznosulását én még sehol nem láttam szociális intézményi területen. Remélem, hogy ez egy olyan projekt, amelyre egész nagy rendszereket lehet alapozni, hogy így is lehet csinálni. Így jött létre Baján egy tésztaüzem, Kiskunhalason egy tojótelep, és most Kiskörösön egy savanyító üzem, amelyet ma avattak fel. Kiskörösön zöldségfélék termesztésével és állattartással is foglalkoznak, ezáltal szinte teljesen ki tudják szolgálni nagy létszámú szociális intézményeik élelmiszer szükségletét. Font Sándor gratulált Opauszki Györgynek, aki a Sorsfordító Szolgáltató Központ fáradhatatlan motorja, és sok sikert kívánt ebben a vállalásban. Mint mondta, valódi mintaként szolgálnak, ezt már csak másolni kell.